Köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. A mai napon egy rendhagyó sajtótájékoztatót tartunk most itt Szolnokon, ugyanis egy rendhagyó fórum is következik perceken belül. Bona Gábor elnök úr, a Jobbik elnöke fogja tartani legfőképpen, és el fogja mondani a 2014-es választási programunkat, ami nagy valószínűséggel április 6-án kormányprogrammá válik. Át is adom a szót elnök úrnak. Nagyon szépen köszönöm. Sok szeretettel köszöntöm Önöket itt a szolnoki kampányrendezvényünk előtti sajtótájékoztatón. Ahogy az minden ilyen rendezvényen megszokott és természetes, a programot fogom bemutatni az érdeklődőknek, ezt a választási programot, amelyet Zsolt is megemlített, amire nagyon büszkék vagyunk, amely egyedülálló, hiszen sem a Fidesz, sem az MSZP nem tett le érdemi választási programot az asztalra. Az MSZP 8 pontban úgy érezte, hogy megúszhatja a választásokat, 8 pontban foglalt össze a gondolatait. A Fidesz pedig egy szóban folytatjuk, úgy értékelte, hogy ennyi elég a választóknak. Én azt gondolom, hogy ez felháborító, ez tiszteletlenség a választókkal szemben, és az bizonyítja, hogy ezeknek a pártoknak a hatalom megszerzése és megtartása fontos csupán, de reális jövőképük, elképzelésük az ország jövőjéről nincs, vagy ha van, akkor azt nem kívánják elmondani. Zsákba macskát árulnak, a választások előtt 9 nappal még mindig. És akinek nincs programja, az ugye két dologban is sajnos véd szerintem a politikai kultúrával szemben. Egyrésztről nem képes pozitív kampányra, csak sárdobálásra, mocskolódásra. Nem az ország problémáival, nem az emberekkel foglalkoznak, hanem egymással vannak elfoglalva. Hozzáteszem zárójelben, ahogy az elmúlt 20 évben folyamatosan. A másik dolog pedig, hogy akinek nincs programja, az nem csak a sárdobálásra kényszerül rá a pozitív kampány helyett, hanem a vitára sem mer kiállni. Nem meri vállalni a politikai vitát, sem szakpolitikai, sem miniszterelnök jelölti szinten. A Jobbik ezzel ellentétben, vagy velük ellentétben pozitív kampányt folytat. Az ország problémáira próbálunk koncentrálni és azokra megoldási javaslatokat kínálni, valamint vállaljuk a miniszterelnök jelölti vitát. Ugye én Orbán Viktort ki is hívtam április 4-ére egy miniszterelnök jelölti vitára, és hát vagy így, vagy úgy ez a vita április 4-én meg fog történni. Programunknak 3 fő pillére van, megélhetés, rend, elszámoltatás. Erre a 3-as pillére építkezünk, mert úgy érezzük, hogy az elmúlt 24 év kudarc sorozata után ez az a 3 dolog, ahol a legsürgősebb beavatkozásra van szükség, és a kormányra kerülünk, ezeken a területeken kívánjuk a legdöntőbb fordulatot elérni. Megélhetésen tisztességes fizetést és tisztességes munkahelyeket értünk, valamint biztonságos nyugdíjrendszert és hatékonyan működő egészségügyi rendszert. A renddel rendet értünk, közbiztonságot, szigorú törvényeket és a törvények betartatását. Elszámoltatáson pedig a devizaitele válság megoldását, méghozzá abban a formában, hogy annak a költségei a bankoknak kelljen állnia, illetve a politikus bűnözésnek a felszámolását, a korrupció felszámolását, amelyet a mentelmi jog eltörlésén, a titkosítások feloldásán, a kötelező vagyonosodási vizsgálatok bevezetésén keresztül kívánunk elérni. És hát, hogyha a 3 közül mondjuk időrendben el kéne mondanom, hogy a kormányra kerülünk, melyek lesznek az első lépéseik, akkor azt tudom mondani önöknek, hogy az elszámoltatással fogunk kezdeni. Hát, hogy április 6-án a választásokon a magyar társadalom fölhatalmaz bennünket a bizalmával, kormányalakításra, akkor április 7-én elkezdjük az elszámoltatást, és reményénk szerint április végére már érdemi eredményeket is föl tudunk mutatni. Az biztos, hogy a mentelmi jogot eltöröljük, a titkosításokat, amennyiben ott korrupció gyanú áll fenn, fel fogjuk oldani, az ügynöklistákat nyilvánosságra hozzuk. Minden ciklus végén minden képviselő számára kötelezővé tesszük a vagyonosodási vizsgálatot. Jelen esetben a ciklus elején fogjuk ezt megtenni, és a családtagokra is kiterjesztve természetesen. Amit a kampány hajrájában nem tudok önöknek mondani, nyilvánvalóan megkérdeznék, hogy milyen megérzéseim vannak, hogy mire számítok itt a hátralévő időszakban. Azt tudom önöknek mondani, hogy a Jobbik a kampányt már megnyerte. Tehát én úgy érzem, hogy a mi kampányunk volt a legsikeresebb, nem véletlen, hogy a közvéleménykutatók szerint is, miközben az MSZP és a Fidesz nem igazán tudta érdemben a saját pozícióit változtatni, vagy éppen romlott a helyzete, addig mindenki azt mondja, különféle mértékben ugyan, de mindenki azt mondja, hogy a Jobbik népszerűsége egyedül a 3 nagy párt közül, amelyik nő, a Jobbik volt képes növelni a népszerűségét, és én ezt azt gondolom, hogy mindenképpen nagy sikernek nevezhető. Egyes kutatások szerint most már néhány nappal vagy másfél héttel a választások előtt behoztuk a baloldali összefogást.
de a hátralévő 9 napot arra kívánjuk felhasználni, hogy a Fideszt is behozzuk, hiszen választást szeretnénk nyerni, és szeretnénk a programunkat végrehajtani. Én ennyit szerettem volna mondani dióhéjban önöknek, amennyiben persze van kérdésük, akkor igyekszünk Zsolt is, én is válaszolni rá, illetve invitáljuk önöket a lakossági fórumra, ahol bővebben fogjuk bemutatni a választási programunkat. Hagyom mutassam be a résztvevőket, képviselőtársam Barát Zsolt. A Jobbik Magyarországért Mozgalom miniszterelnök jelöltje, Bola Gábor. Megítélése szerint Szolnokon hogy áll a kampány? Tekintettel arra, hogy tegnap Szolnokon megjelent miniszterelnök Orbán Viktor személyesen, én ebből arra következtetek, egy nappal Vona Gábor a Jobbik elnök úr előtt, én ebből arra következtetek, hogy elég jó áll a kampány a Jobbik szempontjából, egy kicsit érzékelhető akár a Fidesz, akár az MSZP részéről egyfajta kis várakozással teli pánik hangulat, amire mi azért rásegítettünk, nem csak a fórumokkal, hanem minden jobbikos megjelenéssel itt a városban az elmúlt másfél-két hónapban. És a következtetésem annyi, hogy egyrészt úgyis a Jobbik fog győzni, de ehhez mi még a jövő héten hozzá fogunk tenni néhány lapáttal. Mit várhattál a mai fórumon itt Szolnokon? Hát tekintettel arra, hogy Vona Gábor elnök úr 2 évvel ezelőtt volt legutoljára Szolnokon, és mint miniszterelnök jelölt fog itt most megjelenni, ami nagy megtiszteltetés számunkra. Azt hiszem, hogy a szolnoki Jobbik számára, a megye számára is, és akár a választókerület számára, túl azon, hogy mindenképpen szeretnénk ezzel is hangsúlyozni ennek a kampánynak, főleg így a vége felé a derekán túl a jelentőségét, hogy Szolnokon el fogja mondani a Jobbiknak a programját, a választási programját, ami megítélésünk szerint 2014. április 6-án kormányprogrammá válik. Köszönjük szépen! Oládi Ána Judit Szolnokról.